A finishben vagyunk, bő két hét múlva választás. Április 6-án reggel 6-tól este 7 óráig lehet leadni a szavazatokat. A szavazáshoz a személyi igazolvány és a lakcímkártya szükséges. Nagyon kell figyelni az iratok érvényességére. Én arra szeretnék kérni mindenkit, hogy vessen egy pillantást a személyi igazolványra, hogy nem járt-e le véletlenül, hogyha esetleg lejárt már az okmány, akkor még van arra lehetőség, hogy az okmányirodában újat igényeljen. Sőt, a kormányhivatal főigazgatójának tájékoztatása szerint a választás előtti héten hosszabbított nyitvatartást tartanak az okmányirodák, éppen azért, hogyha valaki az utolsó pillanatban veszi még észre, hogy esetleg lejárt a személyigazolványa, akkor tudjon újat igényelni, illetve úgy tudom, hogy a szavazás napján is a megyeszékhelyeken nyitva tartanak az okmányirodák, hogyha valaki csak aznap veszi észre és megteszi ezt a lépést, hogy oda elmegy, akkor ott is csináltathat új igazolványt, de reméljük, hogy ilyenre nem kerül sor, hiszen a lakcímkártya mellett ugye szükség van a személyigazolványra, de ha esetleg valaki a személyigazolványát otthon felejtette, vagy ez lejárt, akkor a személy azonosságát igazolhatja érvényes útlevéllel, vagy vezetői engedéllyel, tehát jogosítvánnyal is, úgyhogy a három okmány közül valamelyik. A Nemzeti Választási Iroda által postán kiküldött értesítőt nem kell magukkal vinniük a választásra. Azonban, ha valaki ezt elvesztette és nem tudja, hova kell mennie szavazni, a komáromi polgármesteri hivatalban munkaidőben igényelhet új értesítőt. Három olyan szavazóhelység van, ami a korábbiakhoz képest megváltozott. Szőnyben a régi kisiskola épülete helyett a színes óvodában lesz szavazóhelység, és két új szavazóhelység van itt Komáromban. Az egyik az Arany 17 rendezvényközpontban, és van egy a munkahelyi központ, a munkahelyi kirendeltség épületében. Ez egy kiemelt, kijelölt szavazókör, hiszen ide jönnek azok szavazni, akik átjelentkezéssel szavaznak, tehát akiknek a lakóhelye egy másik településen van, de valamilyen oknál fogva itt a városban tartózkodnak, és itt szeretnének szavazni. Ezzel kapcsolatos átjelentkezési kérelmüket benyújtották, és akkor a munkahelyi központban működő szavazókörben, a névjegyzékben ott fognak szerepelni. Ha megérkeznek a szavazóhelyiségbe, a bizottság tagjai ellenőrzik a személyazonosságukat az előbb említett igazolványok segítségével. Ezt követően kell aláírni a választási névjegyzéket. Ha valaki ezt megtagadja, nem kaphat szavazólapot. A választói névjegyzéket mindenképp alá kell írni, amivel ő igazolja, tanúsítja azt, hogy szavazólapot kapott, és ezzel a szavazólappal tud befáradni a szavazófülkébe, és ott a szavazófülke magányában tudja leadni a szavazatát, ugye a szavazófülke azt garantálja, hogy a szavazás titkossága biztosítva legyen. Az még nagyon fontos, hogy két szavazólapot fog mindenki a kezébe kapni, egy egyéni választókerületi szavazólapot, ahol 13 jelölt neve fog szerepelni, és egy listás szavazólapot, főszabály szerint pártlistás szavazólapot, ahol 13 jelölő szervezet közül választhat. Mindegyik szavazólapon egy jelölt, illetve egy lista neve melletti körbe egymás metsző két vonallal lehet szavazni, és csak akkor érvényes ez a szavazat, hogyha csak egy jelöltre, illetve egy listára szavazott a választópolgár. Fontos még elmondani azt, hogy akik mozgóurnát igényeltek, azokat a szavazatszámláló bizottság két tagja fogja felkeresni a lakóhelyén, amit megjelölt a mozgóurna iránti kérelmében. És fontos új szabály az, hogy az idén külön névjegyzékben szerepelnek azok, akik mozgóurnát igényeltek, és a szabályozás nem teszi azt lehetővé, hogy aki igényelt mozgóurnát, az mégis meggondolja magát és a szavazóhelyiségben szavazzon, úgyhogy aki igényelt, annak mindenképpen meg kell várni, míg a bizottság tagjai őt felkeresik. Itt ugye fontos határidő a 15 óra, ezt követően már nem lehet mozgóurnát igényelni, és fontos az, hogy ezt csak írásban lehet kérni, tehát menet közben, ha mondjuk valaki találkozik a bizottság tagjaival, akkor nem lehet szóban kérni a mozgóurnát, hanem csak írásban. Fontos kiemelni, hogy a szavazóhelyiségek este 7 órakor zárnak, de akik még 7 órakor a szavazóhelyiségben tartózkodnak, vagy sorban állnak, még szavazhatnak. Azonban az este 7 óra után érkezők már nem. Március 19-én tettek esküt a szavazatszámláló bizottság választott tagjai a polgármester előtt. Ezután a szavazatszámláló bizottságuk alakuló ülésén elnököt és elnök helyettest választottak.
az ezt követő oktatáson pedig részletes tájékoztatást kaptak a választási eljárás ide vonatkozó szabályairól, a szavazás menetéről és minden fontos tudnivalóról, ami az ő feladatellátásukhoz szükséges.